Adjatok képet, légy szíves. Frank, mutasd a roját. Nagyítható? Jól van, most jobbra. Igen, megerősítve. Férfi, 30-as. A férfi a 9-ese. Mutasd a középsőt. Nem jó, nem ő. 486-os ügynek jelentkez. Mondd a pozíciót. A kamera a dekatúra nézve. 12 menet. Menjünk délkeleti irányba a Duruzon. Mégsem, a konti. A 800-as többen. Megváltoztatom a helyzetet. 5-ből 2, nem jó. Rossz arány. Vissza az exchange-en észak felé. Most a Burgundy Street-en vagyok. Akadozó a vétel. A célszemély észak-keletre tart a Bourbonon. 50 méterrel fent Louis-tól. Észak-nyugati sarok. A célszemélyen piros pólóval is váltáska. Látom a célszemét. Töröm kivehető az arca. Megvan. Piros póló. Nem jó, elfordult. Az én kamerám sem látja. Étor szemmel tartja. Én visszamegyek és elé kerülök. Étor 120 méterre van előtted. Mögötte vagyok. Közel van. Túl nagy a temet. Balról közelít feléd. A gyanúsított a Conti Street felé tart. Rabbit, mutasd! Az arcát. Egy pillanat. Kezdem szkennelni. Negatív, nem egyezik. Oké, Bulldog. Észak-nyugati kvadráns. Gator, mutasd a folyó keleti partját. Samuel a helyén van? Már csak Milesra várunk, uram. Vésüljük át újra az egész területet. Egyes, mutasd az alkamera képeit. Danny, nem tömöd a kutyát, ugye? Nem, a jelvényemet keresem. Két dolgot kapsz, ha zsarulnak ás. Fegyvert és jelvényt. Egy megvan. De a jelvény nincs. Ott van az izén. Az izén. Most jöttem el mellette, nincs rajta. Kurta, emlékszel a tervre? Ha erős leszel, kapsz tőlem kutyakaját, de anyunak nem árulod el, oké? Daniel Fisher. Belőle lehet a legdominánsabb mopszli. Most építjük az izmait. Nézd csak meg. Gyere, kurta, anyu. Apu rossz. Na gyere, megmutatom az izét. Az izét. Most jöttem el mellette, és nincs rajta jelvény. Az izét. Ez az izé? Ez. Nem tudtam, hogy erre gondolsz. Persze, hogy nem. Itt van. Tudod, hogy maradt? 10 percem. Igen? Neked 2 is elég, drágám. De az durva 2. Indulás. Vigyázz magadra. Oké. Menj. Szeretlek, kurva. Menj már. Szia, Hank. Szia, Molly. Gyere. A francba nem vagyok okosabb, mint egy 5-es. Hello, mi a helyzet? Mi van? Az asszonytól és a kutyától kell elkérezkedne dolgozni. Csak a kutyától. Hé, hey, házi feladat. Az FBI kergeti ezt a pasit a negyedben. Segítség kell neki. Most jön ki a hotelből. Önből 4 pontban megegyezik. 2 óra Royalon, 200-as tömb. Mindenüttnek igyekezzen. Tiszta képet akarunk, és mellé hangot. Tovább megy a Bourbonra. 50 méterre vagyunk. Mozgás, emberek! Nem veszíthetem el még egyszer. A helyemen vagyok. A célpont felé halad, látom. Maradj veszteg! Uram, a helyieknek muszáj... Csendet! Mutasd ezt az írgazembert. Megerősítve, fiúk, azonosítottuk Miles Jacksont. Akarjátok látni a sátán arcát? Hát ott van. Felrobbantotta a Transatlantic 212-es járatát az amerikai követséget Frankfurtban. A saját öcsét lefejezte, mert elszúrt egy ügyletet a tangerekkel. Ma elkapjuk, emberek, nyomás! Megvan. Elővette a mobilját. Uram, telefonál. Nyissuk meg Samuel vonalát. Bejövő hívás, uram. Titkosított.
15 perc. Az üres dokka permission VM. Miles hozza a fegyvereket, megejtjük a cserét. Három kamerával figyeljük egy közönben. Kapcsolja a furgonban lévő egységet. Samuel, megegyeztünk. Ha szeretné újra látni a testvérét, tegye azt, amit mondok. Lekapcsoljuk Miles-t és a fegyvereket. Maga is Joshua szabad, világos? Claro. Kezdődik a tánc. Várjunk, megállt! Leveszi a bástyáját, ló a C4-re, gyalog az A7-re és blokkol. Leveszi a királynőt és sírhat érte Argentina. Lépjen a parasztal az A6-ra, úgy jobb lesz. Kelet felé tart. Leint egy taxit. A 6-os mobil egység követi 100 méterről. Küldj át a rendőröknek a képét. Zárjanak le a dokk körül legalább 10 háztömböt, uram. Hívjuk az igazgatót? Ne. Két éve ez az első alkalom, hogy Miles kimerészkedett. Az igazgató nem tudja, hogy megegyezett Samuel-lel. Nincs egyesség. Samuel és Joshua segít elkapni Miles-t. Mindet elkapjuk innen, senki sem távozik ré. Ezúttal nem fog meglépni előlem. Avasd be, kérlek. Felteszed neki a nagy kérdést, vagy nem? Én azt mondom, tesó, ha egyszer beköltöztél a nőhöz, az meggyűrűz. Tesó, még csak két hete. És? De már vagy 14 csajjal laktál együtt. Igen, így van, mert szexi vagyok nálad. Ha egy ilyen benga állat, mint te, meg akar tartani egy finom nőt, mint Molly, láncolja magához. Két perc múlva ott van, a dokk kamerái bekapcsolva. Célszemély azonosítva. Oké, első pozíció. Kezdjük, ha jelzek. Miles elvezet minket a fegyverekhez, utána letartóztatjuk. Oké, szóval... elmondom a rodeó szabályait. Átadod a táskát. És kapsz tőlem. Egy PDA-t a fegyverek koordinátáival. Egyszerű az egész. Nem. Nem fog menni. Ne csináld ezt a szemétláda. Mi nem fog menni? Feladtalak. Az FBI tudja, hogy itt vagy. Most is látnak minket. Miles. Tudják, hogy itt vagy. És soha többé nem látom a bátyámat. Hozzák a bátyám, én viszem Miles-t. Persze, csak addig nem patkol el. Ó, hogy az a... mozgás, lássam, mi történik, lássam, mi történik! Mutatom. Fogva Joshua-t. Samuel megpróbálja kiszabadítani. Egyezkedni akar? Ray, telefonáljon! Az FBI megmondta, honnan figyelnek. Került ki őket. Oké. Okay. Jól vagy? Belilul, mint a fene.
Örülj, hogy nem lejjebb céloztam. A kinyalt képű szövetségiek ide szólnak, és mi rögtön ugrunk. Ha mi hívjuk őket, hogy áll a víz a városban, 5 nap múlva reagálnak. Zavos vagyok rájuk, Danny, kurvára. Nézd a pasast! Fegyvercsempészet, kémkedés, gyilkosság. Baszki tavaly elpasszolt 2 piszkos bombát Párizsban. Az Interpol szerint még 2-vel házal. Nincs elég baja a városnak. Ezek a mocskok miért nem máshol szórakoznak? Kansasban, Iowában. Helsinkiben. Minden egységnek fekete kód. Az FBI segítséget kér. Küldje információt. 8 gyanúsított 3 járművel a Lakewood-Sharpen Causeway felé tart. Az FBI megint befutcsolt. Meglep. Valaki betört a védett házba, megölte az emberünket, Joshua szabad. Megint megcsinálta. Milyen utasítást ad az embereinknek? Elkapni őket! Lekapcsolni. Bedobtam még 5%-ot. Jól bántál a bátyámmal is velem. Nehéz volt kiszabadítani? Nekem? Ha. A 2 halottőrnek talán nehéz volt. Legalábbis azt hiszem. A repülőtéren vár. Igen, ő már ott van. Miért nem hívott fel? Tudod, mi az érdekes, Sam? Ha nem tudom meg, hogy az FBI fogva tartja bátyádat, hogy cserébe elkapjon engem, fejfájás nélkül végigcsináltad volna ezt a kettős játékot. A zseppénzemnek annyi lenne. Az FBI talán letartóztatott volna. És te meg, a hülye bátyád, valahol Dél-Franciaországban napoznátok. Igen? Halló? Bocs, most Joshua nem tud a telefonhoz jönni. De kösz a fuvart. Ez a legősibb trükk, Sam. Elvonod a figyelmüket, és közben csendben távozol a hátsó ajtón. Ciao! Pontos vagy, bébi? Mint mindig. Mutasd. Végre megvehetjük a pólit, amire mindig is vágytál. Én vezetek. FBI hírek. Miles Jackson még szabadon van. Szürke furgont keresünk Louisiana-i rendszámmal. Alfagott november 803. Vége. 14-es egység a 9-esen. Állj meg! Bocsánat. Nem vettem észre a pasost. Fordulj meg! Most? Nem értem, miről beszélsz. Danny, késésben vagyunk, a dokhoz kell mennünk. Meg kell állítanunk azt a kocsit, ez az a nő. Yes. Jól van. Központot 521-nek. Minden egység azonnal jöjjön a dokhoz. Álljon félre! Danny, hallottad a diszpécsert? Egy írpasost keresünk szürke furgonban. Biztos, hogy ez jó ötlet? Kérdezd a szokásost. Időpocsékolás.
Forgalmit és jogosítványt, hölgyem. Jó estét, biztos úr. Mi a probléma? Jó estét. Forgalmit és jogosítványt kérek. Már is adom. Remélem, nem hágtam át semmilyen szabály. Mik a kilátásaim? Lenyűgözőek. De mondja, mit keres egy ilyen bájos hölgy éjszaka egy ilyen veszélyes környéken? Néha jó egyedül lenni. Máskor meg nem. Adjon egy percet. Jó, csak nyugodtan. Apám, nézd meg az arcát. Köszönöm, hölgyem. Köszönöm. Várjon csak. A számom. Hívjon, ha nem jó egyedül. Kérd meg, hogy nyissa ki a csomagtartót. Én kidolgozom itt a velem, te közben mit csinálsz? Kérd meg! Nyissa ki a csomagtartóját. Vigyázz! Baszki! Izgalmasabb. Lerázom. 10-13 sérült rendőr, jól vagy? Hol találtam? Seggbelőtt a szemét. Seggbelőtt? Kussolj. Szorítsd erősen, 3 perc is itt vannak. Kapaszkodj! Ne, Danny! Ismerős az arccal! Várd meg az erősítést, ne ősködj! Danny! Egy még talpon van. Bal vagy jobb? Nem tudom, baby. Én nézem ezt az oldalt el. Jól van. Futva üldözöm őket! Párhuzamosan a Duncan-szel, arany BMW-vel menekülnek! Ott van! Merre menjek, Miles? Mit csináljak? Balra a Saint Claude, jobbra a Montmartre. Okay. Átmegyünk a hídon, és ha felszállunk a gépre, többé nem látunk New Orleans-i rendőrt végére. A hídig is vége.
kocsiban! Miles! Maradjon a kocsiban! Fuss! Kezeket fel! Jericho! Maradjon a kocsiban! Maradjon a kocsiban! Kezeket fel! Ki maga? Letérdel! Mi a neve? Fisher közrendőr. Ezt nem felejtem el. Érdeljön le! Egy évvel később. Próbálok rájönni, melyik a rosszabb, az asztali célzásod vagy a lőtéri. Ó, vicces srác, mi? Ez bízd rám, Jess. Hey, mama, lehet, hogy ez furcsa lesz, de Danny kérdezi, hogy szexi vagyok-e. Tényleg? Igen, szégyen a tudása hasznos. Ne törődj vele, veszélytelen, kasztráltunk. Látod, fő a biztonság? Ösztönli. Hey! Köszöntöd. Halljuk. A társamra, akivel egy évvel ezelőtt nyomozók lettünk. A kiemelkedő rendőri munkám miatt. Jó, talán az is belejátszott, hogy elkaptál egy világszerte körözött fegyverkereskedőt. De komolyan, tesó, elértünk a járőrözéstől idáig. Téged sosem zavar? Mi? Mi a megemelt fizetés, a fényes új jelvény? Vagy a népszerűséggel járó előnyök, á, nem hát! Sosem gondolsz arra, mi történt volna, ha kussolunk és erősítésre várunk, ahogy kellett volna? Ó, attól eltekintve, hogy nem lenne egy lyuk a farpofámon. Igen, attól. Nem, Danny, nem gondolok. Tudod mit? Te se gondolj. Csak mondom. Meghalt egy nő, és minket előléptetlek. Kaphatok egy poharat? Persze. Ennyi? Mennem kell. Pasis este van, csak még egyet. Egyet? Már vagy hatot itt. Haza kell mennem. Miért? Mert az a gyönyörű asszony, és az a kis dög már hazavár. Ezt nem überelhetem. Jól teszed. Sok szerencsét. Ó, minek ahhoz szerencse? Ez nem arról szól. Nem mondhatok komolyan. Nem olyan nagy ügy, oké? Okay? 2 centi vastagon áll a víz, nézd meg kurtát. Tudom, Phil bármelyik percben megérkezhet. Csak erre várt, mi fizetjük a gyerekei tandíját. Ne húzd fel magad, ez az otthonunk. Igen, és ha nem tévedek, habacsozott papírmaséból van. Nézd, be kell mennem a kórházba. Ma is éjszakás leszek, te és Kurta vigyáztok a házra. Fantasztikus. Ezt megszívtuk. Beköltözöm a vendégszobába. Maradt egy kis disznósült. Eternek félt, ha megmentette a házat. Imádom magukat. Haver, nem mondtam 2 hónapja, hogy ki kell cserélni a zárószelepet? Mi az a zárószelep? Mondtam, hogy el van repedve. Azt mondta, majd maga kicseréli. Azzal is spórol. Egész nap a mosdó alatt feküdtem. Meg akartam szerelni. Mikor? 2 hónapja? Akkor vettem az új kocsit, spórolni akartam ezen. Erre most nem érek rá, elkésem. Molly? Danny, mi van? El kellene egy kis segítség, oké? Okay? Először a gázszámla, aztán a légkondi, most a csatorna. Nekem... szeretlek. Csak biztos akarok lenni abban, hogy bízhatok benned, oké? Okay? Sajnálom. Mennem kell. Molly, várj! Danny,
Reggel találkozunk, oké? Haver, sajnálom, nem akartam balhét csapni, de a szerelő szereljen. Adhatok egy tanácsot? Az ilyenek vászanak a mosdócsap alá. Az olyanokat meg nem szabad elengedni. Igen? Fisher rendőrrel beszélek, a New Orleans-i rendőrségtől. Fisher nyomozó. Ki beszél? Miles Jackson vagyok. Mi újság? Mi a francot akar tőlem? Csak üdvözölni akartam. Domcsizunk az időről, be is kaphatnánk valamit. Ja, szar a börtönkaja. Igen, ez az egyik oka annak, hogy kijöttem. Én küldtem oda Miles, tudnék arról, ha kiengedték volna. Biztos, Danny? Hát sajnálom, de azt kell mondjam, hogy ebből kivételesen kihagyták. Oké, szóval hol van? Elég közel ahhoz, hogy lássam Mollit zuhanyozni, amíg maga aludt. Kár a csőrepedésért, már épp kezdtem élvezni az előadást. Danny! Most hová megy? Nem tudom, hol van és mit csinál, de ha a közelünkbe jön, esküszöm, megbánja. Danny, kérem, fogja be. Megölte életem szerelmét. Baleset volt, Miles? Ja, és szegény Phil. Szívesen megkóstolta volna a disznósültet. Phil! Phil, jöjjön ki a házból! Van az évfordulónk. Pontosan egy éve a vak szerencsének köszönhetően vagy ügyességből elkapott. És a mai nap megtartjuk a visszavágót. Ez volt az első menet. Legutóbb elvette tőlem azt, akit soha nem tud pótolni. És éppen ezért én is elveszek valamit. Mit gondol, elhiszi majd nekem Molly, hogy nem akarom megölni? Miles! Miles! Vigyázz rá! Elkérhetem a telefonját, fel kell hívnom a lányomat. Igen, persze. Köszönöm. Igen, a házból. Oké, de mi van, ha...
Csak nyugodtan. A haverod beszél. Hack! Szólj a közlekedésieknek, hogy állítsák le a kompot! Hó, Danny, mi történt? Lassíts! Miles Jackson! Megszökött a börtönből! Nem tudom, hogy, de ha fél percen belül nem állítjuk meg a kompot, többé nem látom Molly! Jól van. Szólok a fiúknak. Zárják le a környéket! Hölgyeim és uraim, álljanak meg! Danny! Hol lehet? Elment. Felszállt a kompra és most nincs sehol. Hé, nyugi! Lehet, hogy a villamoson van, útban a kórház felé. Nem, hát nem érted? Elvettem tőle azt, aki pótolhatatlan, megöli! Hé, Danny! Ez nem történhet meg, oké? Megtaláljuk Mollyt és kiszabadítjuk. Molly, gyerünk! Vedd már fel! Molly Porter telefonja. Hadd beszéljek vele. Honnan tudja, hogy még életben van? Hogyha csak ugatom, Danny. Mi van? Elvesztette a humorérzékét? Köszönjön a barátjának. Danny, egy ezüst furgonban... Molly, hol vagytok? Ez még ingyen volt. A többiért fizetni kell. Megtalálom magát. Levadászom, és azt nem éli túl. Hát, tudja mit? Már alig várunk, Danny. Ez játék? Szeret játszani, nem? Malmozás, Monopoly... Csapd le, csacsi. Ez a 12 menet. Az első a házrobbantás, a második Molly rablás. Hogy tarthatjuk őt életben, ha azt teszi, amit mondok, amikor mondom? Ha állja a 12 menetet, a végén visszakapja a nőt. Ezt nem mondja komolyan. Ne várja tőlem, hogy elhiggyem, hogy betartja. Azt hiszel, amit mondok, hogy elhiggyen. Danny, nincs más választása. Oké, a harmadik. Negyed óra múlva felhívok egy bizonyos mobilt a városban. Tudja, hol találkoztunk először? Menjen vissza, és akadjon a nyomomra. Molly egy ezüst furgont említett. Nem jutottak túl messzire. Igazad lehet. Szerez Molly telefonjáról cellainformációt. Okay. Talán rossz helyen vagyunk. Nem. Itt állítottuk meg őket. Itt kezdődött. Itt lőtsek be a rohadék, de nem látok semmit. Mennyi idő van még? Van bő 10 percünk. Határozottan állítom, hogy rossz helyen járunk. Nem, várj, tévedek. Ez nem a Katrina. Mai dátum. Igazad van. Ez egy kód. Fokok és másodpercek. De nem rendes órából valók. Visszaszámlálás? Ne, ez csak 2 fok, 2 óra. Fokok, percek, másodpercek. X. Hosszúság és szélesség. Hely meghatározás. Ott lesz a telefon, gyere! Hosszúság és szélesség? Honnan tudsz te ilyeneket, Danny? 8. földrajzból. Menjünk!
Oké, mondd a számokat. Ne. 29 fok, 57 perc, 3 másodperc. Jó, megvan. 317 dekatú. 317 dekatú. Az öcsém tűzoltó parancsnoksága. Szia, tesó! Pingpong bajnokság van. Van kedved lejönni? Bent vagy a cégnél. Miért ordítasz? Vigyél ki mindenkit! Bomba van az épületben! 2 perc múlva ott vagyok! Nyitsa le a mobiltelefonját. Mindenki kijött? Igen. Danny, miért akar felrobbantani egy tűzoltóságot? Amiért a házamat? Elvittem Molit. Fogalmam sincs, mit lép legközelebb. 15 másodperc. Azt mondta, hogy egy bizonyos mobilon hív fel. Mobilokat némára. 5, 4, 3, 2, 1. Halljátok? Itt van, a boltban. Segíthetek? Hello, Jensen. 1 másodperc. Halló? Nézzenek oda, sikerül. Ráadásul időt spórolt a következő menethez. És ha már itt tartunk, jelzésre indul a negyedik menet. Tűz ütött ki az Orleans takarékbankban. A telefon memória kártyájában megtalálja a 10-en elrejtett 2 vas kazetta számát. Akkor nyer, ha 5 óra 55-ig megszerzi a kazettákat. Ellenkező esetben kiesett. Ez szarakodik velünk. Nincs elég idő, bemegyek a központba. Igen. Már is indulok. Hé! A cellainfósok hívtak. Megtalálták a furgont, amiben elvittem Mollit. Felállítunk a központban egy válságstábot, jó vagy? Hé! Koncentrálj! Mollinak szüksége van rád. Érted? Nem adhatjuk fel, segíts megtalálni. Menet közben tudjuk meg, hol lesz a parancs. Cserben hagytalak valaha is? Ha? Soha. Jól van. Kapd el a pasast. Fisher nyomozó? Igen. Ray Santiago, FBI. Ő George Aiken felügyelő. Úgy hallottuk, hogy Miles Jackson felbukkant a környéken. Nem értem, mit mond? Miles Jackson. Kapcsolatba lépett önnel. Igen. Megszökött a börtönből az FBI. Tudta, de nekem senki sem megértjük szólt. Megértjük a felháborodását. Felháborodás? Tartozik magára. Napestig nyafoghat amiatt, hogy mit tudott és mit nem, vagy elmondhatja, hogy mi történt azóta, hogy felébredt. Ha vissza akarja kapni a lányt. Danny! Elvihetünk? Csak velünk van esélye. Mondja el, amit tudnunk kell. Cserébe mi is mesélünk. Vezetés közben mesélhet. Lázadás volt Floridában 2 hete. Lefegyverezték az őröket, megölték a börtönparancsnokot. 30 kocsit követeltek tőlünk. És maguk megadták? Nem tehettünk más, Danny. A cég távirányítású kocsikat adott nekik. 3 saroknyira jutottak a börtöntől. Jött a nemzeti gárda, ők mentek vissza a celláikba. Mindenki kivéve Miles-t. Uralkodna magán, unom a vinnyogását. Fogalma sincs, hogy kivel áll szemben, ugye? Tudom, hogy maga kapta el, de akkor sem tudja. Hogy Miles Jackson elkapta a nőjét, az engem egy cseppet sem zavar. A tény, hogy olyat tett, amit még soha. Mi az a tény? Nyíltan mutatkozott a városban. A sokkal jobban érdekel. El akarja kapni? Oké. Én azt akarom, hogy Molly túlélje. Csak ez érdekel. Ne kerüljenek az utam. Nem hallottam, amit a vinnyogásról mondtam. Uram, Miles pontosan ezt akarja. Állítsuk le Dannyt, amíg nem késő. Dannyt?
Mi van? A legjobb barátok. Ha Danny tovább játszik, lefoglalja Mice-t. Ha Mice nem figyel, hibát követhet el. És lecsapok rá. Szükségem van rátok. Jól van, 32 perce Molly Portert elrabolták a kompról. Szükségünk lesz minden biztonsági kamerára, lehetséges szemtanúra és minden rendszámtáblára. Ha a szararc újra hív, tudni akarom, hol van, tudni akarom, mit csinál, el akarom kapni, mielőtt Mollynak egy hajaszála meggörbül. Lehetne a ti barátnőtök, a ti feleségetek, vagy bármelyikünké. Ez a szemétláda nem győzhet. Igen? Óvatosan! Mennyi időnk van? 2 perc. Fogd meg! Az 590-es és az 591-es. Itt vannak! Menet. Az egyik dobozban 2 kiló robbanóanyag van. 7 perce maradt, hogy áthajtson 23 háztömbön és elérje a Nicol Street-i dokkot. A később ér oda, a bomba felrobban. A másik dobozban van a 6. menet kulcsa. Amilyen rövid az idő, jobb lesz, ha tűzoltókocsival megy. Ja, és igen. Ne feledje a sisakot meg a szirénát. 7 percet ad. 7 perc alatt még az épületből sem jutunk ki. Nem, ha lépcsőn megyünk. Danny! Mi a terv, Danny? Minden tűzoltó hagyja el az épületet. Van kesztyűt? Ide vele. Ha kijutottál innen, menj Atlantába, keresd meg anyát és maradj vele. Vigyázz rá, ne adjunk még egy esélyt ennek a tetűnek. Kötözd oda. Danny! Jó erősen! Danny, ne csináld ezt! Thank you.
Nem, titkosított jelet használ. Még a számot sem sikerült kideríteni. Mi ez a hang, Danny? Tűzoltókocsival megyek! Biztos, hogy ez a legjobb megoldás? Bár! Küldj tűzszerészeket a Nico Street-i dokhoz! Le kell tennem! Maradj vele! Kapcsolja ki, Miles, itt vagyok! Jól van, Danny. De azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos elkésett a buliról. Kezdi megérteni a szabályokat. Beszélni akarok Mollyval. Nem akar ennél is jobbat. Mit szólna, ha megmutatnám? Ahogy már említettem, a következő menetkulcsa a kazettában van, ha ezután is jól teljesít. Találkozhat Mollyval. Ugye nem hajtott át minden gyalogosan. Kérek egy flexet. Keresszük le és vigyük vissza az állomásra az autót. Üres! Azt hittem elkapják. Kicserélte a SIM-kártyát, de a maga telefonját bárhová tudjuk követni. Miles újra hívja, Danny, és beszéltesse vagy 30 másodpercig. Az alatt be tudjuk... Miles mérni. Telefonja titkosított. Vicces fiú, az FBI vagyunk, nem egy falusi rendőrség, csak 30 másodperc kell. Emberek, figyelem, figyelem! Megvan a helyszínünk! A Monteleone Hotel. Ismétlem, a Monteleone Hotel. Kommandósok kellenek kutyákkal, maguk is mind jöjjenek. Nyomás! Yeah!
lezárni. Mesterlövészeket a tetőre. Minden ki- és bejövő kommunikációt lezárni. Induljanak a kutyák. Ré, a szalagokat. Tudnom kell, hogy ez melyik szobát nyitja. Melyik a vezérlőszoba? Kövessen! Köszönöm. Üres! 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 Fischer! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Hol vagy, haver? Itt volt. Nincs itt senki. Ray, legyenek készenlétben. Rendben. Ő az, ő, Miles. Állítsa meg. Mikor volt ez? Úgy fél órája lehetett. Felír valamit. Üzenet? Mit üzen? Még itt van. Minden ajtó lezárva. Megtaláltuk Miles-t a felvételen. Várjanak a parancsra. Várjanak. Beszél valakivel. Elvezeti valahová. Ki az? Billy az. Meg kell találnom Billy-t. Mutasson meg mindent. Tudnom kell, hol van. Miles a múlt héten bérelte a kocsit Lafayette-ben hamis címen. Próbáljuk megtalálni a kazetta tulajdonosát és Miles ismertársait, de eddig semmi. Mit hagytunk ki? Nem igaz, hogy a pasi nem hagy nyomot maga után. Na jó, vegyük át újra, hogyan szökött meg. Milesék lefoglalták az udvart. Csak neki sikerült megszöknie. Hányan szálltak a kocsikba, majd kötöttek ki megint a celláikban? 43-an. Az FBI már beszélt velük. Hívjuk fel az igazgatót. Hívom. Megadta Milesnak a biztonsági lift belépési kódját. Lemegy egészen az alaksorig, ott találkozunk. Sajnálom, ha rosszat csinálta, de megvoltak az engedélyei. Azt mondta, hogy a légkondit jött megjavítani. Semmi baj, nem tudom. Működik mi? A legrégibb a város. Eddig hoztam, azt mondta, innen egyedül is oda találtam. Várj! A légkondi egész a tetőig megy. Igen, ki a tető fölé? Vigyem fel. Minden kijáratot lezártunk. Meg kell találni a pasast. Itt van valahol az épületben. Ez a szoba üres. Nem baj, keresünk tovább. Uram, Milesnak semmi nyoma. Hol van Fischer? De... Mondtam, hogy megmutatom, Danny. Danny, ha ezt nézed, az már a hatodik menet. Új barátoddal vagy, Willivel. Sajnálom, Willy. Ez nem maga ellen szól. Csak rossz helyen van, rossz időben. Az üzenet lényege az, hogy... maradt. Még egy percet. A lift, amiben álltunk, ezután leszakad. 60 másodperc, korlátozott lehetőségek és Willy súlya. Csak egyikőtök menekülhet meg élve. Hogy ki él és ki hal meg, döntsétek el. A szerencsés, a hetes menet kulcsát lent megtalálja. A másik biztos, hogy laposabb lesz. Danny, kényszerített, hogy olvasd.
Ez ugye víz, haver. Nem hallhattuk meg, nekem családom van. Hol a biztonságire tesz? Van nálam rádió. Nincs időnk, hogy kell ezt kinyitni? Itt akar hagyni? Nem, Vili, nézz az órát. A retesz, fent van. A tetején keresse. Jó, megyünk. Jó, megtaláltam. Basszus, ott nem férek át. Maradjon ott, felhúzom. Nem megy, túl magas. Jó van, nagy ember, jöjjön. Gyerünk, Vili, húzza fel magát, ez az egyetlen esélye. Na gyerünk. Adja túl a kezed, magas gyerünk. Nekem. Próbálja meg elérni. Gyerünk. Álljon fel! Gyerünk, Vili, fel kell húznia magát! Mennyi az idő? Még 40 másodperc! Vagyis össze kell dolgoznunk! Gyerünk, gyerünk, húzza meg! Ne engedjen! Fogom, ne csak masszon! Húzzon, gyerünk! Sem tudom hinni. A hátam! Nem mozdul! Vili, le fog szakadni a lift. Adja a kezét! Álljon ki a párkányra! Ide kell állni a mellé! Nem megy! Meghúztam a hátam! Sikerülni fog! Danny, Miles nem adott elég időt. Hé, hey, vissza, vissza, vissza! Kapcsolja valaki Terryt! Vettem. Gyerünk, álljunk rá! Jól van! 30 másodperc. Igen? Danny, szomorkodik. Mindent megtettem, amit kért. Nem kellett volna megölnie. Nem én öltem meg. Megmenthette volna, de magad győzni akart. Lószart! Bassza meg a meneteit! Fel akarja adni, mert ha abba hagyja a játékot, az következményekkel jár. Nem. Akkor jó. Molly elmondta a következő menetet. Semmit sem mondott. Láttam egy embert meghalni, és azt sem tudom, hogy Molly éle még. Elnézést! Igen? Folytassa. Adjon egy percet, ki kell találnom. Ugyan, nincs mit kitalálni, Danny. Az FBI be akarja mérni a hívást. Kitalálom. Előbb a rendőr barátai jöttek rá, hogy a telefon titkosított. És csak utána az FBI. George Aiken. És a csodás kis játékai. Mindenki a helyén marad, ismétlen mindenki. Be kell vallanom, hogy nagyon meghat. Ahogy mindannyian összegyűltek miattam. Túl rövid volt. Igen. Szó! Mi lenne, ha előről kezdenénk? Másodjára is olyan szórakoztató? Vagy talán... Igen. Harmadszorra menni fog. Nos,
Mint Molly említette, a következő menetkulcsa a halban van. Egy magányos férfi képén található. Magából is az lesz a csal. Ha megint megpróbálnak bemérni, levágom Molly ujjait. Szóval, újra hívom úgy 2 perc múlva. Addig hagyok időt a gyászra. Elvesztettük a jelet. Már is sokat adja. Ez nem működik. Korábban a szövetségieknek sikerült bemérni Miles hívásait. Nem a gép a rossz. Ha Danny folytatja, még többen fognak megsérülni. Clayborne és a tumusok. Ne vegye fel. Mit képzel, hogy beleavatkozik? Hallgasson rám egy pillanatra, Danny. Billy lehetne az utolsó, aki ma meghalt. Vegye már fel! Megtaláljuk majd! Vegye fel a rohadt telefon! A Clayborne és a tumusok. Jól van, Danny. Bevallom, lenyűgöz a nyomozói vénája. Persze, amennyi segítséget kap az FBI-tól, valójában nem fair a játék. Belementem Miles. Csak ez számít, nem? Milyen igaz, de... Kivételesen lássuk, mire megy egyedül. 10 perc múlva legyen a képen látható helyen, egyedül jön. És 50%-a lesz arra, hogy maga nyerjen. Túl vagyunk a felén, Danny, és egy meglepetést tartogatok magának. Ne hősködjön, Ray. Nem kap érte prémiumot. Danny, 2 csapat van, 3 sarokra. Lát valamit? Szerintem jó a csáj. Nem látok semmit. 10 percet mondod, de... Most telt le. Még mindig semmi. Csak maradjon a helyén. Fedezzük magát. Maradjon ott. Mondd, hogy találtál valamit. Danny, hamarosan örülhetsz. Találtam egy pipa fekete felszabadítási hadseregtagot. Miles megöletett vele néhány őrt a szökésekor. Utána cserben hagyta, hogy visszavigyék. Ráveszed, hogy beszéljen? Ja, ha a bíró aláírta az engedélyt. 10 percet kérek. Nekem 2 perc múlva kell. 50%-a lesz a... A busz lesz az. Felszállok rá. Leülne a szerelmes pár?
Leszedem róla, te félj. Az előbb szólt valakihez? Nyugodj meg, Molly. Vagy a buszon van? Miles a buszon van. Minden egységnek. Miles Jackson a buszon van. Delta 2-es akciócsoport, mesterlövészeket a helyszínre. Sikerült. Mégis hibázott. Ott vannak a kommandósok. Miért nem lőjük ki? Nem. Ha most megállítjuk a buszt, vérfürdőt rendez. Tudjuk, hol van. Mesterlövészekre bízzuk. Alfa 1-es, készüljön a célpont megállítására. Nem engedhetem így el, ugye? Hetedik menet, Danny. Nyer, ha hagy szabadon elsétálni. De ha az ujjam lecsúszik a képernyőről, bármilyen okból, és 10 másodpercen belül nem rakom vissza, hát akkor végleg kiesik, és 2 dolog történik. Először egy kisebb robbanás, 3 centis szögetlő Molly szívébe. A jobb pitvarba céloztam, de ki tudja, hová ér. Fél perccel később, ha már meghalt, lesz egy nagyobb robbanás, ami a buszon utazókat darabokra szaggatja. Mit mondhatnék, Danny? Szeretek hazardírozni. Nem akartam Erika halálát. Nem hiszem, hogy ez számít. Pont ezt akartam. Álljanak fel a 10-es mentén. Különleges egység itt Santiago ügynök. Álljanak fel a 10-es út bevezető szakaszán a Perdidónál. Várják a parancsot. Danny, kapd el! Ha látnák az ábrázatukat. Miles, engedjen! Ez a kettőnk ügye. Nos, attól tartok, ha elengedem Mollyt, nem játszik tovább. Nézze a szemét. Koncentrál. Elérem időben a telefont. Miért a buszon találkoztunk? Bassza meg! Nagyon okos. Azért hívtam ide, Danny, mert látni akartam a férfi arcát, aki tudja, hogy veszít. A férfi arcát, aki előtt ott ül, az élete szerelme, de nem érheti el, nem ölelheti meg. Ha. Viccesnek találja? Igen, annak. Ő fog győzni, és megöli magát. Tüzes kis nőcske, nem igaz? Hárman a nyugati oldalra! Értem! Látom! Jason Fastard! Lövész az egyesnek! Taktikai csapat a helyén! És ha nem hiszek magának? Parancsol? Mi van, ha a mellén csak kamu? Mindenki darabokra szaggat, ha robbanunk, maga is meghal. Mi tart vissza attól, hogy oda menjek és szétrúgjam a seggét? Semmi. De nem teszi meg. Mert maga kiszámítható, Danny. Azt hiszi, hazudok? Tessék, vegye el. Várjanak a jelre. Uram, 100 méteres lövés mozgó buszablakon át. Az egyik lövész betöri az üveget, a másik megöli Miles-t. Biztos, hogy így akarja elintézni? Delta csapat, készüljenek! Bravo is, Charlie. Charlie csapat, várják meg az első lövéseket. Itt a Delta 1-es, látjuk a célpontot, de nem tisztán. Nem tisztán. A Noitus rendszeresen belelóg a képbe. Nem veszi el. Hát jó. Viszont van itt valami, ami még kellhet. A 8. menethez. Mesterlövészek, kilőhetik. Ismétlem, engedélyt adtam. Lőjék ki. Ezzel megölheti a lányt. Csak más ölöm meg. Célusz! Most! Földre! Mesterlövészek,
sernyomozó. Nem hittem, hogy így kedvel. Gyerünk! Molly! Mi az ördög történt? Adják meg Miles helyét! Valaki adja meg Miles helyét! Negatív! Eltűnt a tömegben. Adjanak abba mindent! Irány a 10-es és a 90-es! A 10-esen állítsák le a forgalmat! Csak arra menekülhetett! Értettem! Figyeljen! Meg tudja csinálni? Megöllehette volna! Tudta, mégis kiadta a parancsot! Hallgasson senki, Ázi! Lelőttük volna és már vége lenne! Nem! Ha lelövik, mindenki meghal a buszon! Nem tudta, ugye, hülye pöcs? Bombát szeret Mollyra! Ha lelövik, mindenki meghal! Uram, van valami a száján. Jó vagy, Danny? Bírod? A karomban tartottam. Azt mondtam, hogy megmentem és hagytam elmenni. Semmit sem tehettél, testvér. Az én lelkemen szárad, ha meghal. Nem fog meghalni, Danny. Hagyd ezt az önmarcangolást. Nem megy, tudod miért? Miles azért bünteti Mollyt, amit csináltam. Danny, a munkádat végeztem. Teszek rá! Miles, leszarja. Ő vagy én. Szemet szemért. Hé! Hey. Egy méterre volt tőlem. És nem tehettem semmit. Hagyd abba! Te nyerted a menetet! És a legfontosabb, hogy időt nyertél nekünk. Megvan a név, ami kell. Emlékszel arra, akiben meg akartál egyezni? Azt mondta, hogy Miles minden nap sakkozott egy bizonyos Anthony Deluso-val. A java? A szökés előtt 3 héttel szabadult, és a városban van. Jensen megszerzi a felügyelő tisztjétől a címét. Akkor mit keresel itt? Éreztem, hogy szükséged van rám. Várj, várj, várj. Veszem már. Hank hallgat. Igen. Oké, szólj Phelpsnek, hogy 10 perc múlva ott vagyok. Megvan a cím. Bingo. 212 per didó. Végre beelőstük ezt a rohadékot. Danny, megmondtam, hogy nem hagylak cserben. Jó van, testvér. Hank. Légy óvatos. Mikor nem vagyok? Hey. Tudja, hogy egyedül nem fog menni. Ugye? Hallgasson rám, Danny. Nem kérem, hogy hagyja abba. Csak engedje, hogy segítsek. Rendben? Ha összefogunk, mindketten jól járhatunk. 8. menet. 5 szám van ebben a borítékban. Hadd segítsek. Válasszon okosan, és ha jó számot hív, megnyerte a menetet. Ha rosszul választ, a felhívott szám aktiválja az egyik a városban elrejtett szerkezetet. 60 másodperce van. Ha ez alatt nem tárcsáz, egyszerre aktiválom mind a 4-et is. Izgalmas kalandban találja magát. Sok szerencsét. Futassuk át a helyi telefonkönyvet. Felesleges, ezek csak eszközök. Ennek semmi értelme, akkor ezek csak kódok. Jól van, próbáljuk meg. SMS. SMS üzenetek. Az első a városháza. A második a kongresszusi központ. Danny, 10 másodpercünk maradt és 3 számunk. Válassza ki az egyiket. Sajnálom, Danny. Vesztett. Így sokkal izgalmasabb lesz a 9. menet. A 907-es villamos hamarosan eléri a belvárost a Canal Street-en. Kikapcsolta a féket és a szolgálati telefont, a feladat? Állítsa meg a villamost, mielőtt befut a végállomásra, és eltapos mindent, ami az útjába kerül. Menjünk azzal. Nyomás! Santiago, különleges ügynök az FBI-tól. Vészhelyzetet jelentek. A 907-es villamosnak nincs féke, és a Riverfront felé szágult. Ha a 10-esre haladunk, a kanálnál utolérjük. Igen. Nem, ez nem beugratós telefon. Ray Santiago, különleges ügynök vagyok az FBI-tól. Beszélnem kell valakivel, aki segíthet. Félretette. Vegyék már fel! Beri, Beri, lótyát!
Nem, úton vagyunk, hogy megállítsuk. Van ott valaki, aki meg tud állítani egy villamost? Ha leveszik az áramot, magától megáll. Tudnak áramszünetet csinálni? Le tudják szedni az áramról? Kisasszony, csak a rendkedvéért, ez nem beugratás. 23-as egység, a helyeteken vagytok? A környéken semmi mozgás, a sarkon túl 4 egység van. Vettem. Nézzünk be hozzá. Akarod, hogy leszedjem? Negatív. Negatív, a gyanúsított elindult. Lássuk, hogy hová megy. Phelps-el követjük. Szedjük le az áramról, nem fog megállni. Van egy ötletem. Danny, beavatna, kérem.
Minden egységnek a gyanúsított belép a Dixie hegesztő csarnokba a Fitzpatricken. Várjátok a parancsra. Most? Három szünetet csinálunk! Teljesen elment az esze! Ugrott már ki mozgó járműből? Ön szántamból soha! Igen? Itt vagyunk. Most viszem a furgont. Jó van a kislány? Jó vagy kicsit? Igen? Apám, most attól csak busszal járok. Nem, az jó lenne, ez nagyszerű ötlet. Mi lenne, ha kikapcsolnák végre? Köszönöm. Kikapcsolják az áramat. Túl egyszerűek a feladatok, Max. Mi az, fogy az agresszió? Mi lenne adni egy komolyabb feladatot, eh? Nagyon meg van elégedve magával, Danny. Miért? Mert megállított egy villamost, vagy azért, mert külön akcióba fogott. Tiszteletre méltó, oké. Egesztőcsarnok, második emeleti folyosó. Ha a tizedik menetben Hank elkapja Delúzót, akkor a tizenegyedikben én kapom el a haverját. Hank, vedd föl! Gyerünk! A postára kapcsol. Jól van. Kitartó ember. Baszki. Ügyes vagy. Gondolhattad volna, hogy egy Miles kaliberű pasas erre is felkészülne. Bármi legyen is a terve, úgy tűnik veled nem számol. Barom. Próbálom elérni az FBI-t és megtudni, mi van, de egyelőre nem mondanak semmit. Hogy nem kap egyenes választ? Megmondtam. Miles tudott róla, mindenről tudott, tudott Hankről, tudott Delúzóról, ott volt a raktárházban. Danny, hallom, amit fél mond. Órája nem Danny, hív. Valamit, tudom. Akármit! Danny! Robbanás történt a hegesztőművekén. A
tűzoltók a helyszínen vannak. Henk is bent volt. Semmi esély, hogy túlélte. Sajnálom. Danny, várjon! Danny, várjon! Mário, várjon! Hagyjon békén! Oké, nézze! 3 éve. Miles ellopott 3 Stingert egy katonai szállítmányból Irakban. Pakisztánig követtük, de az átadás napján Miles és a rakéták eltűntek. 2 nappal később az egyik Stingerrel lelőttek egy 747-est Islamabadnál. Ez az egyetlen éppen maradt tárgy, amit a roncsok között találtam. Most már tudja, hogy egyszer hibáztam. Elfelejtettem, miért hordom ezt magamnál. Nem Miles a lényeg, hanem akiknek ártott és még ártani akar. Soha többé nem látom. Nem mondja ezt. De látja, van még egy menet. Én mindenkinél jobban ismerem Miles-t. Hadd segítsek. Csak késésért, Danny, de azt hiszem belefoghatunk a nagy fináléba. Ez a 12. menet, és nálunk nem a pontozóbírók döntenek. 17 perc múlva lesz pontosan 1 éve. Hogy Erika meghalt. Meg kell kérdeznem, Molly is osztozik a sorsában? Miles, erre semmi szükség. Késő. Eddig ügyesen sikerült túlélnie, csak az a dolga, hogy megtalálja. Van egy telefon, a mellkasára erősítve, természetesen néhány robbanószerrel. De ezúttal csak a maga hüvelykujja képes leállítani az időzítőt. Mondja meg, hol van! Sajnálja, amit velem tett? Igen, már sajnálom. Akkor látogassa meg is, mondja el neki személyesen. Jó volt, Danny, de ezzel vége. Látogassa meg Erikát. A temetőben. Hol temették el? Hol temették el? Ellenőrizik az összes templom temetkezési adatait. Vezeték név Kessen. K-E-S-S-E-N. Keresztnév Erika, igen, C-vel. Ray Santiago vagyok az FBI-tól. Rendőri erősítésre van szükségünk a kanál és a Royal sarkán az üzleti negyedbe. Meter temető. Bárki ér oda, ne érjen semmihez. Csak én hatástalaníthatom a bombát. Tudjuk, Danny. Van már valaki a helyszínen? Most érkeznek, de ne feledje, hogy ez Miles. A temető lehet, hogy csak a kezdet. Ez baromság! Miért csinálom ezt a szart egész nap? Ha meg akart volna ölni, már korábban megtette volna. Igen? Danny? Chuck Jensen. Figyelj, Hank 2 dologgal bízott meg, egyiknek sincs értelme. Lefuttattam az 5 számot, amiket Miles megadott. Mind a villamos alatti eszközhöz kapcsolódott. Mind az 5 szám. Ezen kívül Miles kameráról figyelte a liftaknát. Megvannak a felvételek. Korábban robbantott Danny. Még 5 másodpercet volt, hogy megmert Billit. Mit mondtam Hanknek, ez volt az utolsó megbízása, de... Danny, miért álljunk? Billinek meg kellett halnia. Miről beszél? Milesről. Kamerákat helyezett el a liftaknál. Látta, hogy megmentem, ezért előbb robbantott. És mind az 5 szám, amit megadott, a villamoshoz kapcsolódott. Egyszer már megmondta George. Én letartóztattam, de nem ismerem. Maga ismer. Mit hagyok ki? Joshuát. Amikor Miles játszik, mit akar? Győzni akar. Miles akar lenni a legyőzhetetlen. Nem. Samuel és Joshua esetében sokat bevállalt, hogy bosszút álljon. De mit találtunk még a kocsiban? Gyémántot. Lop az amerikai hadseregtől és hasznot húz belőle. 3,5 órája fogva tartja Molly-t, de váltságdíjról nem beszélt. Vagyis ez nem bosszú. Ez is a pénzről szól, ha? Kérek minden információt, amit a biztonsági őrről tudhatunk. Billy Dumain másodállásban a Homewood cégnek dolgozik. Hello, Tom Baxter vagyok.
Felhívtak a cégtől, hogy Willy nem ment be. Én helyettesítem. Köszönöm. Egész nap futtatott minket. Most álljunk meg egy percre gondolkodni. Ma. Mit sikerült elérni? Van ennek jelentősége? Csak maga tudja hatástalanítani a bombát. Felrobbantotta a házamat, elvitte Molly. Így vette rá a játékra. Mi történt még a hotelban? Felrobbant egy gázvezeték, kiürítették a környéket. Három háztömböt. Az épületek listáját. Mindegyik szám ugyanahhoz a villamoshoz kapcsolódott. Meg kellett állítanom. Ó, nem. A Katrina után nem volt áram a városban. A Homewood pénzszállítói gyűjtötték be a készpénzeket. Egy pillanat, mi volt az utolsó? A szentségit! Az egyik kiürített épületben működött ideiglenesen az állami pénzverde és az államkincstár. Azt akarja kifosztani. Örülök, hogy ideért. A tartalékgenerátorunk éjfélig bírja. Kivonják a forgalomból a régi 50-eseket és 100-asok. Ez a teljes dél-keleti bevétel. Meghaladja a... $100 millió. Ray, a kommandósokkal együtt zárják le az utakat. Minden kocsit, minden gyalogost feltartóztatnak. 8 percünk van, hogy eljuttassuk a temetőbe. Nem akarja mást? Majd, ha megvan Molly. Kösz. A végén köszönje meg. Tudja, hogy lezárjuk a várost. Hogy viszi el a pénzt? A kártyáit csak hatósági járművek hagyhatják el. Miles nem tud kijutni. Ami eljött, jobb lesz a tűzoltókocsival megy. Hé, mit művel, Danny? Molly a temetőben van! Ne, a sisakot is felvetette vele, mi szirénáztatott. Mindennek, amire ma rávett, egy célja volt. Attól kezdve, hogy Molly kilépett az ajtón, Miles mindent megtervezett. Össze kellett törnöm a tűzoltókocsit, hogy ellophassam. Megfenyegette az öcsémet, hogy elterelje a figyelmemet. Megmutatta Mollyt, hogy folytassam, ez nyilvánvaló. Ha Molly még él, ő a biztosítéka. Beszélnem kell a kórházi biztonságiakkal. Ébresztő, bébi, megérkeztünk! Mindjárt vége. Ha azt teszi, amit mondok, boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Na jó. Hol vannak a hullazsákok? Figyelem, kórházi személyzet! Robbanás történt az épület keleti szárnyában. Mindenkit kérek, hogy jelentkezzen be!
egyetemi kórházat, senki sem léphet be vagy ki. Mit gondol, el tudja vezetni Tahitiig? Szálljon be. Itt vannak. Felszállnak. Sas egyes, te vagy odafent? Nem adtunk engedélyt a felszállásra. Sas egyes az irányító toronynak. Induljunk! Szabotálni, drágám? Ha el akar repülni, csak tessék! Ja persze, csak előbb tanítson meg! Rakd le te! Paraszt!
Sosem kételkedtem benned. Egyedül voltál ezzel. Fáj valamit? Mindenem. Csak egy helikopter. Nem nagy ügy. Menjünk haza. Molly, a ház... Magyar hangok. Simon Aladár, Csík Csaba Krisztián, Bognár Tamás, Schmidt Zoltán, Velker Gábor, Bognár Anna, Madai Gábor, Bolla Róbert, Kelemen Kata, Szűcs Sándor, Endrédi Máté, Bodrogi Attila. Magyar szöveg Modona Zsuzsa. Vágó Kránic Bence. Gyártásvezető Molnár Melinda. Hangmérnök Kállai Roland. Szinkronrendező Kis Lajos. A szinkront az SDI Sun Hungary készítette.